Szép napot kívánok, Nothoff Ingrid vagyok, az Zala megyei rendőr főkapitányság sajtófőnöke. Ezt a mai sajtótájékoztatót abból az apropóból hívtuk össze, hogy beköszöntött a nyár, nem is akármilyen kánikulával, illetve pénteken befejeződött az iskola, és nagyon-nagyon sok gyerek tölti a szabad idejét. Azokra a veszélyekre szeretnénk felhívni a szülők és a gyerekek figyelmét, ami nyáron leselkedik rájuk. Szerencsére Zala megyében, tavalyi évben nem történt halálos gyermekbaleset, viszont tavaly ősszel, az őszi szünet idején történt egy olyan eset Nagykanizsán, amikor egy felügyelet nélkül hagyott 5 éves kisgyerek kiesett a harmadik emeletről. Szerencsére kisebb zúzódásokkal megúszta, de ez is fölhívja a figyelmet arra, hogy nem szabad kicsi gyerekeket egyedül hagyni, felügyeletről mindig gondoskodni kell. A kollégáim el fogják mondani azt, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyerekekre, akár a lakásban, akár a vízparton, akár az úttesten. Üdvözlök mindenkit, Anti András rendőr, a rezidens vagyok, Zala megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályvezetője. Én a nyár veszélyeinek közlekedési oldalával szeretnék foglalkozni. Gyakorlatilag vége van az iskolák szorgalmi időszakának, így jóval több gyermek szabadul ki, illetve tölti a szabad idejét járdákon, utakon, illetve közlekedés egyéb helyszínein. Elsősorban szeretném felhívni a figyelmet a szabályszerű gyalogos közlekedésre. Ez azért is fontos, mert mivel a gépjárművezetők oktatásban részesülnek, ahol elmondják számukra a KRASZ, illetve egyéb jogszabályok által előírtakat. Ezt ugye a gyalogosoknál és a kerékpárosoknál szervezett formában nem teszi meg senki, tehát nagyon fontos, hogy ilyen fórumokon is kihangsúlyozzuk, hogy hogyan közlekedhetnek a gyalogosok, kerékpárosok, illetve a közlekedés egyéb résztvevői szabályosan. Fontos dolog elmondani, hogy amennyiben gyalogosként veszünk részt a közlekedésben, a járdán elsősorban, a leállósávon, kerékpárúton, hogyha ilyen nincs az útpatkán vagy az úttest szélén közlekedünk, amennyiben gyalogosként közlekedünk, ugye a menetirány szerinti bal oldalon, viszont hogyha már tolunk valamilyen közlekedési eszközt, például a kerékpárt, akkor ezt a jobb oldalon kell megtenni. Továbbra is fontos elmondani, hogy éjszaka és korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívül a KRASZ előírásai szerint kötelező jóláthatósági mellényt viselni, de én úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha egyéb jóláthatóságot biztosító eszközökkel is felszereljük magunkat, úgy mint lámpa, fényvisszaverő karszalag és egyéb hasonló eszközök. Fontos elmondani, illetve ki kell hangsúlyozni a görkorcsolyákat és gördeszkákat, hiszen ezeket is elég sűrű használják a diákok. Hát ugye azt kell erről tudni, hogy úttesten nem közlekedünk vele, ezt nem engedi meg a jogszabály. Illetve azt javasolnám, hogy járdán, illetve egyéb olyan helyeken, ahol ezeket az eszközöket igénybe szokták venni, a diákok ott is fokozott óvatossággal kell ezekkel közlekedni, illetve a szükséges védőfelszereléseket is nem árt, hogyha magunkra öltjük, ezek nagyban segítik egy esetleges baleset esetén a sérülések tompítását, illetve elkerülését. Ami még fontos, és amire rátérnék, az a kerékpáros közlekedés. Ez azért is jelent kiemelt fontosságot, hiszen Zala megyében a balesetek okozói között második helyen állnak a kerékpárosok. Tehát egyszer fokozott figyelmet kell fordítani a kerékpárok szabályszerű felszereltségére. Ezt jogszabály előírja, gyakorlatilag a megfelelő lámpákkal, illetve prizmákkal el kell látni a kerékpárt, ugyancsak hatásos fényberendezéssel, amiből kettőnek kell lenni minden kerékpáron, tehát kerekenként egy-egy fékberendezést fel kell erre szerelni. Szintén fontos betartani a kerékpáros közlekedés szabályait. Tehát ugye előszeretettel közlekednek a gyermekek a járdán, nem tudva azt, hogy ezt a KRASZ nem engedi meg. Csak abban az esetben, hogyha az úttest nem alkalmas kerékpáros közlekedésre, viszont ilyenkor is legfeljebb 10 km per óra sebességgel és fokozott figyelmet kell fordítani a járdán közlekedő gyalogosokra. Tehát kerékpára elsősorban kerékpárúton, kerékpársávon közlekedjünk. Hogyha ilyen nincs, akkor pedig az úttest jobb szélére húzódva, ez rendkívül fontos elmondani, illetve itt sem árt, hogyha megfelelő védőfelszerelést, sisakot
magunkkal hordjuk, valamint éjszaka korlátozott látási viszonyok között, bár én azt mondom, hogy nappal sem árt jó láthatósági mellényt viselni. Itt a nyár, ez azzal jár, hogy gyakorlatilag megnyílik a lehetőség arra, hogy mindenki elmenjen fürödni. Ki kell hangsúlyozni, hogy csak azokon a helyeken szabad fürödni, ahol ez engedélyezett. Tehát ahol kiépített strand van, vagy egyéb olyan hely, ahol a fürdést a illetékes hatóság, önkormányzat engedélyezi, olyan helyeken semmiképpen sem javasoljuk a fürdést, illetve jogszabály is tiltja, ahol tiltótáblákat helyeznek ki. Ezek általában folyómedrek, bányatavak. Itt egyrészt senki nincsen tisztában azzal, hogy mi rejlik a medelben. Tehát ez itt nem található kiépített fürdőhely. Előfordulhat, hogy olyan örvények vannak, amelyek megnehezítik a fürdést, illetve balesetet okoznak, valamint a víz hőfoka sem mindegy, hiszen hogyha valaki felhevült testtel ideg vízbe ugrik, gyakorlatilag megnöveli egy esetleges baleset, illetve szívinfarktusnak a kockázatát. Fontos elmondani azt is, hogy különféle felfújt úszóeszközöket, amennyiben használunk. Esetleg a szél elviszi, semmiképpen nem menjünk utána, nem éri meg. A gumimatrac, gumicsónak után való messzire beúszás nagyban fokozza egy esetleges sérülés, baleset kockázatát. Bükkéné Pont Zsanna rendőrőrnagy vagyok, az Zala megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályát vezetem. A vizeken, vízpartokon nem csak a fürdőzés szabályait kell betartani, hanem egyéb általános szabályokat is. Mire gondolok? Elsősorban arra, hogy nyáron bármi pihenünk és üdülünk, de azért tudomásul kell venni, hogy a rossz szándékú emberek nem biztos, hogy kiveszik a szabadságukat, vagy éppen tevékenységük székhelyét ezekre a vízpartokra helyezik el. Kérünk mindenkit, hogy felszerelését, értéktárgyait ne hagyja őrizetlenül a strandokon, nem biztos, hogy a szomszéd matracon vagy a szomszéd fürdőlepedőn törölközön olyan emberek ülnek, akik nem teszik magukévá mi értékeinket. Mindig hagyjunk ott valakit, aki vigyáz ezekre a drága tárgyakra, a törölköző nem biztos, hogy a legjobb trezor. Az autónkat, amikor leparkoljuk, lehetőleg az utastérben ne hagyjunk elő semmit, és biztonságosan zárjuk le, az autó kulcsát pedig ne felelőtlenül a törölközön tároljuk. Mielőtt elmennék otthonról, azért azt is tudomásul kell venni, hogy a nyaralóban vagyunk és hajlamosság vagyunk felelőtlenek és vigyázatlanok lenni. A szúnyogháló nem igazán jó biztonsági zár, tehát ablakokat, ajtókat be kell zárni, azokat nem szabad nyitva hagyni, még 5 percet sem sajnos. Amikor otthonról elmegyünk hosszabb távra, akkor különösen figyeljünk ezekre a dolgokra. Tehát biztonságosan bezárni, megkérni egy szomszédot, üdítse a postaládánkat, megkérni arra, hogy miközben öntözi a virágokat, húzza fel a redőnyöket, kapcsolja fel a villanyokat, tehát némi-nemi mozgás keltsen a lakásba, ne tűnjön lakatlannak a környék. Nem kell az egész utcában szétkürtölni, hogy 3 hétre tájföldre utaztam nyaralni, hiszen ez egyrészt felhívja a figyelmet arra, hogy jómódú vagyok, másrészt meg felhívja a figyelmet arra, hogy éppen 3 hétig lakatlan lesz a lakás, nyugodtan be lehet oda menni. Nyáron a diákok figyelmét is sok mindenre szeretnénk felhívni, hiszen a nyári szünidőben ők is sokkal felelőtlenebbek, hiszen végre vége van a sulinak és lehet bulizni. Nagyon fontos azonban, hogy az egész napi strandon történő asztalódás és ismerkedés után, amikor elmegy a szórakozó helyre a fiatal, akkor nagyon alaposan fontolnak, hogy hova megy, kivel megy, a szórakozó helyen mit fogyaszt, és kitől fogad el bármilyen felajánlott italmeghívást például, vagy egy keringőt. Jó tudni az, hogyha a fiatal elmegy a diszkóba, és ott hagyja őrizetlenül az italát, akkor utána azt már lehetőleg ne fogyassz el, nem lehet tudni, hogy milyen bódítószer csempésztek be az italunkban az idő alatt, míg mi nem voltunk mellette. Nagyon fontos, hogy alkoholtól vagy kábítószertől befolyásolt állapotban véletlenül se üljünk a kormány mögé. Ne csak a kormány mögé ne üljünk, ilyen ember utasaként se üljünk be, már nagyon megbízható szolgáltatások vannak arra vonatkozóan, hogy hazaszállítsák a fiatalt épségben és egészségben. Jó félni, mint megérni a szünidőben is igazad a mondat.